Beethoven 9. szimfóniájának örömódájával nyitott a kerület majálisa a Kósapál sétányon. A Kodály Zoltán férfi kar és az Újpesti Bölcsődei Dolgozók Kórusának közös előadása az Európai Unióhoz való csatlakozásunk 20. évfordulóját köszöntötte. A koncertek sorát később a Suhuló táncegyüttes előadása folytatta. Fésünk, hogy benne elborgos, most csak, hogy benne biztos, sár törült az öve, törült az öve. Tomi és Füredi Niki a Disney mesékből ismerős slágerekből összeállított csokorral készült. Tomi újpesti és szívügye a kerület. Hatalmas élmény volt számára itt fellépni. Az egész család Újpesten lakik, úgyhogy volt egy kis kitérő, egy kis agglomerációs élet, de újra visszajöttem, úgyhogy én kisgyerekkorom óta itt élek. És hát még akár ennél interaktívabb is tud lenni a dolog, ezt néha a színpad távolsága szabályozza a nézőktől, de nagyon örülök neki, hogy ilyen sokan ellátogattak és meghallgatták a dalainkat. Fantasztikusan jó hangulat volt. Nagyon nagy boldogság volt látni, hogy ilyen sokan vették a fáradtságot és kijöttek, és azt gondolom egyébként nyilván a jó időnek is szól ez valamilyen szinten, hogy végre ki lehet egy picit mozdulni, meg nyilván ez a május 1-e, ez egy nagyon jó alkalom arra, hogy az ember egy picit emberek között legyen és egy kicsit kiszabaduljon, és hát természetesen ugye a Disney slágerek, vagy azok a mese slágerek, amivel mi ma ide készültünk, azok azt gondolom, nagyon-nagyon sok embert vonzanak, kicsiket és nagyokat egyaránt. Arra pedig, hogy mindez így és ilyen hangulatban folytatódjék, nem is kell már olyan sokat várni. Emlékeztetett Újpest kultúráért felelős alpolgármestere. Május 26-án Újpest főterén a gyereknappal folytatjuk a nagy rendezvény sorozatainkat, és oda is mindenkit szeretettel várunk, hasonló programokkal várunk mindenkit. Bedő Katta szavai alatt pedig a majális egyik sztárfellépője, a KFT együttes zenéje szól. A nagymúltú csapat koncertjére is nagyon sokan kijöttek, köztük fiatalok is. Én is csodálkozom, hogy ilyen tinédzserek, meg ugye kisebbek, az az érdekes, meg ez a 20-30, mindenféle korosztályból jöttek, és még az ilyen bajszosak is, mint én. Tehát ez a 60 körüli őszes figurák is itt voltak, meg a anyóka. Láttam anyókát a közönségbe, és örült, úgyhogy nagyon jó ez, hogy ennyien szeretik, és ilyen széles körben. Zséda már többször járt Újpesten, de Káposztásmegyere most először lépett fel. Ezúttal a Cotton Club Singers együttes tagjaként. Hát ugye a Cotton Club Singers az egy ilyen jó barátok csapat, egy ilyen örömzene produkció, de hát persze a saját dalok az, ami végülis a fő csapásvonal, a saját produkcióm, de mindig nagyon jó a Boldiékkal, Gabival, Gáborral énekelni. Most ma az Orsi nem lesz, mert mindegy, ezt most így valahogy nem tudtuk összehozni, hogy öten legyünk, de így is nagyon jó. Hát ez most az ős felállás, úgyhogy hát minket nagyon sok minden köt össze. Az est záró koncertjére a tagok best of dalokkal készültek. Felcsendültek Abba és Sinatra slágerek is, de régi magyar számok is.